Amikor az ember elvégzi a főiskolát, akkor van, hogy programot kell készíteni, és hát én valahogy nagyon hamar leváltam arról a festészetről, amit tájképcsendél, tehát ilyen idill festészet, amiben hallatlan nagy dolgok vannak, és hát elkezdtem körbenézni, és az orosz avantgárd volt az, ami ugye a 70-es évek elején eljutott Magyarországra, ismertebben, és ő vele kezdtem el foglalkozni, amiben rengeteg nagy művész volt, és valami olyan energia, ami nekem nagyon fontos. Hát az oroszok eltudták, de azért voltak nyugatra kikerült gyűjtemények, egy Málevics gyűjtemény kikerült, aztán a Kosztakis gyűjtemény is kikerült, és akkor elkezdtek ezek itt-ott szerepelni. És hát úgy találkozott az ember, hogy könyvekkel. Az nagyon érdekes volt, mert amikor főiskolát végeztem, 66-ban diplomáztam, és volt egy nagyon jó könyvtárunk, ahol a Stíra összes könyvei, és tudom, hogy a legnagyobb hatása volt Braque-nak és Picasso-nak volt. Aztán volt a következő időben pedig jött Klee hatása, ami egy német és egy Bauhaus hatás inkább. És akkor így csurogtak be ezek a könyvek, és így az orosz avantgárd is megjelent nálunk. Az ember legelőször Kandinsky-vel találkozott, ami természetes, mert ő azért Franciaországban élt, meg Svájcban, meg több helyen, és hát az ő munkássága azért nagyon reprezentálva volt. Ahová csak poén kell, és nem a lelkemet kell odaadni egy plakáthoz, hanem egy poént kitalálni. Gyerekkoromban, iskolában rajzórán úgy kitűnt, hogy valahogy kicsit jobban rajzolok, vagy valami,
De azt hiszem, hogy ez a gimnázium második-harmadik évében döntöttem el, hogy na, én akkor erre a pályára szeretnék menni. Én állandóan remitens voltam, teljesen azt sem tudták, hogy mit csináljon, de volt egy Guszti bácsi, meg egy művészettörténész tanárom, aki nagyon szeretett és nagyon biztatott. Én nekem szerencsém volt, mert korán megismerkedtem olyan emberekkel, akik nekem fontosabbak voltak, úgyhogy ő teljesen mértékben hagyott, hogy azt csináljak, amit akarok. Semmi probléma nem volt a főiskolán. És jó volt, szerettem, hárman voltunk festők, hárman volt üvegtervező, volt két jelmeztervező, meg volt három báb, vagy rajzfilmes kollégánk, így voltunk 11-12-en, úgyhogy ez egy nagyon belterjes, kellemes társaság volt. De én kilógtam azért egy kicsit belőle, mert rögtön férhez mentem. Eléggé érzelmi alapon festek, mindenképpen sokáig csinálok, és a rétegek érdekelnek, hogy hogy mennek egymásra azok a színek, a formák, a kapcsolatok, és hát mikor gondolkoztam azon, hogy mit állítsak ki, először még a goblen is felvetődött, de utána úgy gondoltam, hogy így ilyen nagyméretű képeket hogy tudok kitenni valahová, és hát ezeket a képeket választottam. Itt vagyok, és most ezt akarom nektek bemutatni, mert ezzel tudok egy olyan, mert rengeteg akvarellem, kisméretű, nagyobb méretű képeim van minden, de ugye ez egy ilyen megpróbálok ilyen nagyon egységes anyagot megmutatni.